miért van ennyi uszítás Magyarországon? Miért van ilyen lázítás? Kik uszítanak? Miért uszítanak? Ki ellen uszítanak? Mi az egésznek a lényege? És hát egy mondatban a lényeg az, hogy megteremtődjön Magyarországon is a diktatúra. Visszajöjjön a régi rendszer. Hát most biztos nem kommunizmus lesz, hanem másnak fogják nevezni. De a lényeg az, hogy a régi rendszer, a diktatúra vissza fog állni Magyarországon is. És nyilván nem csak Magyarországon, hanem a világ összes országában ez a cél, hogy megalakuljon a diktatúra. És ez a diktatúra, ami most van megalakulóban Magyarországon is, a világ minden pontján, annyiban különbözik a többitől, hogy ez egy centralizált, tehát központosított diktatúra lesz. És hát sajnos nagyon könnyen megtörténhet az, amiről ja, most már a filmek is jövendőltek, a filmek is profitáltak, hogy lesz egy ilyen világkormány, meg egy ilyen világ antikrisztus. Lehet, hogy mi nem fogjuk megérni azt, teljesen mindegy, nem az a lényeg, de úgy néz ki, hogy ez meg kell történjen. És arra szeretnék reflektálni, hogy miért kell ez megtörténjen. Azért, mert ha nem történik meg, és ugye azt gondolnánk, hogy ez a sátán műve, a sátán akarja ezt így, de nem igaz. Tehát maga mindenható Isten akarja. Tehát a világ diktatúra is Istentől lesz. Hogyha egyáltalán lesz világ diktatúra, vagyis meg fog történni, akkor az Istentől lesz teljesen biztos. Akik babonásan gondolkodnak a sátánról, meg az ördögről, meg az antikrisztusról, azok ezt nem érthetik, hogy a világ diktatúra, vagy ami volt eddig is diktatúra a világ különböző országaiban, az mind Istentől volt. És ha valaki ezt nem hiszi, akkor gondoljon vissza, hogy milyen volt a régi rendszerben, főképp itt Romániában, Magyarországon, ottan ugye a táposodás az már régen indult, tehát Magyarországon ilyen szempontból sokkal rosszabb a helyzet, mint Romániában. Romániában később jött az amerikai műkaja, műeledel, műlelkieledel, meg műtáplálék, mint Romániában. De gondoljunk vissza, hogy milyen volt a régi rendszerben, akik idősebbek, korosabbak is emlékeznek arra, hogy milyen volt annak idején, és beszéltek a régiekkel. Tudhatják azt, hogy régebb az emberek, hát noha minden tilos volt, minden meg volt tiltva, mégis az emberek inkább szerették egymást, inkább keresték egymást, mint ma. Tehát utáltuk a régi rendszert, mindenki utálta azt, de a régi rendszer sokkal inkább az emberek javát szolgálta, mint az új rendszer, amiben mostan vagyunk. Az emberek szerették egymást, az emberek keresték egymást, tisztelték egymást, és noha tilos volt az ilyen összejövetel az emberek között, a gyülekezés is ugye tilos volt, mégis volt a gyülekezések. Templomba is tilos volt járni, akkor még volt tartalom a templomban, de az emberek kívántak a templomba járni, kívánták keresni Istent. Minek köszönhető ez? Hát a törvénynek, a diktatúrának és a szegénységnek. Tehát akkor a régi rendszerben sokkal kevesebb dolog volt, ami betölthette volna az emberek örömét. Nyilván. Nem voltunk olyan gazdagok, mint most. Most gondolj bele, hogy a mai embernek a kommunista rendszer emberéhez képest milyen sok lehetőség, milyen sok öröme van, milyen sok lehetősége van az örömre. És hát összesen lehet jóformán hasonlítani. Tehát ilyen értelemben nincsenek olyan szegény emberek, mint amilyenek voltak a kommunista rendszerben, a diktatúrában, ami volt Romániában is. Tehát nincsenek ilyen szegény emberek. És mivel, hogy mindenki gazdag, teljesen beigazolódik az, amit Jézus mondott, hogy mivel meggazdagodtunk, azt hiszük, hogy nincsen semmire sem szükségünk. És nem látjuk, hogy nyomorultak vagyunk és mezítelenek. Ezért nem keressük Istent, nem keressük az igazságot. A régi rendszerben, amit utáltunk, és mindenki utálta, nem volt öröm. Az emberek rá voltak szorulva Istenre. Tehát valóságosan rá voltak szorulva Istenre, és keresték őt, mert Isten nekik adott lelki örömöket. De a mai embernek nem kell. Tehát ahogy reggel felkelünk, millió lehetőség van. Főképp, hogyha bekapcsoljuk az internetet, millió lehetőség van az örömre. Minek Isten? Mit kezdünk vele? Tehát nincs, amit kezdünk Istennel jóformán. Mert olyan sok lehetőségünk van, és sokkal kézzelfoghatóbb. Mert amit a világ kínál számunkra, az örömök, azok sokkal kézzelfoghatóbbak, mint amit Isten kínál számunkra.
A mai világban nem kell jóformán gazdag sem legyen az ember, mert a virtuális világból ő olyan örömöt választ magának teljesen ingyen, amilyent akar. Hát majd, hogy nem ingyen, de ingyen is, mert most már ugye telefonkészüléket, vagy egy számítógépet kukából is lehet turkálni. És internet is ugye most már szinte korlátlan mennyiségben, szinte ingyen, mindenhol vannak ilyen ingyenes hotspotok, tehát elérhető ingyen. Tehát maga az Antikrisztus is az ő tanait, az ő örömeit, az ő ajándékait ingyen elérhetővé tette az emberek számára. Tehát nincs olyan szegény ember, akinek nem van a telefonja, vagy előfizetése, internet előfizetése, és akinek ez van, annak nincsen szüksége Istenre. De régebb nem, hogy internet, nem olyan régebb, hanem akkor a régi rendszerben, a kommunista diktatúrában nem, hogy internet nem volt. Nálunk még villanyáram is egy gyakran el volt véve, és emlékszem, amikor Nepába zarándokoltam, olyan volt, mintha visszamentem volna az időbe. És hát nem volt áram. Elvették az áramat többször naponta, meg a vizet is. És szegénység van. Tehát azok az örömök, amiket az ember megkaphat testértelemben, nagyon korlátozottak a diktatúrában. És ezért sokkal nagyobb az esély arra, hogy az ember meghallja Istennek a szavát, aki adja nekünk a lelki örömet a gyermekeinek. Én megmondom őszintén, alig várom, hogy már megtörténjen. Tudom, hogy a testnek nagyon, nagyon rossz lesz, kellemetlen lesz, de várom, hogy megtörténjen. Mert azt láthatom, hogy még azok is, akik ugye kiválasztottak Isten szemében, még azok is alig menekülnek meg, mert a választottak is nagyon gazdagok, tehát mindannyian nagyon gazdagok vagyunk. És ez a gazdagság, amivel rendelkezünk testértelemben, egyszerűen megfoszt minket annak lehetőségétől, hogy vágyakozzunk az igazi gazdagságra. Ha valaki nem látta, nézze meg azt a filmet, hogy áldott légy te börtön, akkor meg fog érteni, miről beszélek. Mert az igazság az, hogy látva az, hogy milyen gazdagságban vagyunk, én sokszor úgy voltam már, hogy abba fogom hagyni a beszédet, többet nem beszélek. Egyszerűen nem érdekel, szarok rá. Szó szerint így kezdtem lázadozni. Nem érdekel, és kész. Abba hagyom. Nincs értelme. Gazdag emberekhez én nem akarok beszélni. Akik gazdagok, meggazdagodtak, telve vannak lehetőségekkel, testi, spirituális értelemben, ugye, mert most már ugye az emberek nem csak anyagilag gazdagok, hanem spirituálisan is, az agyukban is. És néha azt érzem, hogy egy hatalmas átverés. Néha még a mindenható Istent is megváltanom, hogy átvert engemet. Átvert engemet, mert itt tart ebben a világban, hogy gazdag emberekhez beszéljek. És tele van a hócipőm gazdag emberekkel, akiknek az agyuk telve van tudományokkal, okosságokkal, spiritualitással. A lelkük is az agyukban van. Annyi erővel lehetne a segükben is, mert ugyanaz. Nem a vérben van. A mai embernek a lelke már nem a vérben van, nem az agyában, a trágyában, a szarban. És ilyenkor mindig megszomorodok, és elmegy a kedvem. Ezért most már lehet, hogy be fog teljesedni a kívánságom, hogy ha megvakulnék, boldogabb lennék, mert nem kéne lássam ezt az ormótlan nagy gazdagságot. Amikor reggel kinyitom a szememet, akkor azt mondom édesanyámnak, hogy jó éjszakát. Jó éjszakát, mert jön az a hatalmas nagy gazdagság, hazug gazdagság, ömlik be a szemeinken, és kell lássam azt, hogy mindenki milyen gazdag, kivel beszélgetek, magammal beszélgetek leghamarabb. Mert a gazdag embernek nincsen szüksége igazságra, lelki eledelre, mit kezdjen azzal. Itt a barátom Szent Győrre is mondom neki, hogy el vagy tévedve, mert te akarsz beszélni az igéről, Szent Györgyön, Sepsi Szent Györgyön, de kinek? A szenteknek? Jézus nem a szentekhez jött, a kurvákhoz jött, a latrokhoz, az alkoholistákhoz, a nyomorultakhoz, akik elcseszték az életüket, hozzuk, értük jött. A szenteket nem lehet megmenteni, a Szent Györgyeket, a Gyergyó Szent Milósiakat nem lehet megmenteni. Hogyha a város neve azon a Sepsi Bűngyörgy, meg Gyergyó Bűnmiklós, akkor volna értelme az igazságot szórni, meg beszélni, hirdetni. De itt mindenki szent, és mindenki gazdag. Minél több pénze van valakinek, annál szentebb. Minél több tudománya van az agyában, annál szentebb. Minél
több ilyen spirituális tant szedett össze a fejébe, annál szentebb. Kinek beszélünk akkor? És egyértelmű válasz a kérdésre, elsősorban magunknak. És azoknak annak a néhány nyomorútnak, aki meglátta, hogy mekkora hazugságban élt mostanék, és nem akasztotta fel magát, azokhoz szólok. Akik a halál küszöbén hallották meg a kiáltó szót, azokhoz beszélek. A legnyomorultabb, legszerencsétlenebb emberekkel, emberekhez beszélek, amelyek közül a legelső én vagyok. Én vagyok a legelső, mert Sepsi Szentgyörgyön meg Buda Szentpesten nincs értelme beszélni. Csak a nyomorultaknak. Lehet, hogy az Úristen komolyan arra hív, hogy kimenjek Budapestre és beszéljek a halitlanokkal. Leteszem a telefont, laptopot be a kukába, mindent, és szemtől szembe a legnyomorultabb emberekkel. Mert a gazdagokkal nem csak annyi értelme az ember megszomorodik, és jön, hogy kiválja a saját szemeit. Amikor egy gazdag ember mosolyog, akkor jön, hogy lehányja magamat. Az igazság. Mert nem látja, milyen nyomorult, milyen nyomorúságos. Vigyorog az ő félig eltozult lelke, leplezi a nyomorúságát, a rothadását egy vigyorral. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. És így elképzeltem többször napokban, hogy milyen jó volna, hogyha betiltanák. Kéne egy olyan kormány Romániában, Magyarországon is, hogy tiltsák be, hogy Istenről és Jézusról beszélni legyen tilos. Legyen tilos. Aki említi azt a nevet, hogy Isten, vagy Jézus, legyen tilos, kerüljön börtönbe. És akkor majd lesz tétje, és lesz igazi öröm, igazi békesség, amikor az ember fel fogja vállalni az élete árán is. Mert most szabad beszélni, de az embereket nem érdekli. Maximum a káromkodásba. Isten nevét hiába veszik. De itt senkit nem érdekel jóformán. Még akik úgy gondolják, hogy érdekli őket, még azokat sem érdekli. És néha még magamat is megkérdőjelezem, hogy vajon engemet érdekel? Vajon őszinte az én vágyakozásom a mennyek országába, az igazságra? Vagy csak ilyen rutinná kezd válni, mert megfogom ezt a mikrofont, csak akkor mondom. De vajon mennyire vagyok őszinte? Mennyire vagyok hűséges? Hát Isten látja a szívemet és a veséimet. Úgyhogy az uszítások, a lázítások, amik vannak Magyarországon, azok is Istentől vannak, csak aki ezt nem érti, az hallgassa meg ezt a felvételt, hogy miért küld gonosz lelket Isten. Miért küld Isten gonosz lelket? Valami ilyesmi a címe, a kiáltószón. Elég furcsán hangzik, hogy Isten küldje a gonosz lelket, mi? Pedig úgy van. Azért küldje a gonosz lelket Isten közé, a feleséget közé, vagy pedig közé, a fired közé, hogy a hazugság, a képmutatás, a régi, ezer éves bűn elepleződjön, hogy valamiképp esély kapja megtisztulásra. A gonosz lélek felkavarja az állóvizet, és abból eszenek kemény balhé, pofoszkodás meg minden, hogyha arra van szükség, és akkor talán megmenekül néhány ember. A gonosz lélek által az állóvíz fel van kavarva, és az állóvíznek az aljából a mocsok, a leüllepelett mocsok, a sok bűn, amit rejtegettünk mostanig, az a felszíne jön, az ember meglátja, hogy ő miért élt mostanig, mit csinált ő mostanig, és megmenekülhet. Értitek, hogy miért veszélyes ez az összes ilyen gyülekezeti, vallási mozgalom? Mesékben, babonaságban tartják az embereket, babonásan értelmezik az ördögöt, a sátánt. Nem értik a lényegét, és nem is akarják megérteni a lényegét. Isten és Jézus nevében tartják benne az embereket a sátán rabságába, szó szerint. És amikor ördögöt űznek, valójában Istennek a munkáját űzik ki az emberekből. Isten munkáját, aki megengedi, hogy a gonosz lélek gyötörje ezt az embert, hogy jöjjön a felszínre a mocsok, a szutyok, a bűn az ő szívéből, hogy tudjon annét ki takarodni az igazság ereje által. És ez történik mostan Magyarország szinten. Tehát Isten gonosz lelket küldött Magyarországra. Ezt majd holnap felveszem újból, mert most egyszerűen botlik a nyelven, nem tudok mostan beszélni, de ha Isten úgy akarja, akkor holnap ezt újból felveszem, úgy, ahogy illik. Torkom szakadtából, hogyha lesz majd még torkom hozzá. Hogy hallja mindenki, aki meghallhatja, hogy ez miért történik. Ez addig fog történni, úgy nemzeti szinten, közösségi szinten, politika szinten, tudományos szinten, minden szinten, sport, minden. Házasság, férfi és nő, minden szinten. Tehát úgymond gonosz lelkeket küldött a mindenható Isten, ördögöt bocsátott az emberek közé, hogy kavarja fel az állóvizet, hogy jöjjön felszínre a bűn. Mint a hugomék esetében is, ami történt, ott is az állóvizet fel kellett kavarni, hogy a bűn jön a felszínre, de még így sem biztos, hogy sikerült. Még így is azt válaszolják, hogy valamiképp elcsitítani a lelkismeretet, és a
volna kokain, akkor biztosokan azt nyúlnának, hogy valahogy elhallgattassák a lelkismeretüket, vagy hogy legyőzzék a, úgymond a gonosz lelket, aki próbálja felkavarni bennük az állóvizet, hogy meglássák, hogy mekkora hazugságban, bűnben is, képmutatásban éltek mostanik. Mert aki nem látja meg emberek, az nincs, hogy megmeneküljön. Mert kérdezhetné bárki, hogy miért? Hát azért, hogy megmeneküljünk. Mert aki nem látja meg, az nem fog megmenekülni. Ez a probléma. Mert ugye kegyetlennek tűnik ez, ugye, hogy Isten kegyetlen, hogy gonosz lelket küld az emberekre. De még ez is kegyelem, kegyelemből van ez is. Az, hogy szétpofozzák egymást a férfi és a nő. Mert van ilyen, van ilyen. Hát az egyik megmenekül. De ebben az álnyugalomban, ebben a gicses szerelemben, ebben a facebookos kirakat házasságban, ott mindenki el fog veszni. Ott mindenki el fog veszni. Tehát egy hazug képmutató házasságban, ahol súlyos lelki és testi paráznaságok vannak, ott mindenki egyenesen megy a pokolba. Tehát jobb, hogyha szétválnak az útjaik, mint a Covid-ban is történt, a Covid-ban is ez történt, és rengeteg vállóper volt, mert a felszíne jött a mocsok, a trágya, a szívből, a szívekből, és elváltak az útjaik. Inkább váljanak el, mint hogy mind a kettő elkárhozzon, nem? Isten ezt nem akarja, de nincsen törvény. Érthető? Nincs törvény. Annyi törvény van, most már csak, mert így a Mózes törvényei, ami ugye benne van az alkotmányokban általában, azok is ki vannak herélve. Tehát meg vannak másítva. A törvénytiplás annyira megtörtént, hogy nincsen más törvény, most már utolsó törvény, ugye utolsó lehetőség az, hogyha valaki megbetegedik és brutálisan szenved. A betegség törvénye, még ez az esély marad csak az embereknek. Mert más törvény már nincs. Milyen törvény? Hát mindenki azt csinál, amit akar. Az emberek azt csinálnak, amit akarnak. Nincs semmi szabály. Vehetsz egy kutyát feleségül. Nincs semmi probléma, nincs semmi akadálya. Ha nem szabad Romániába, akkor két házszáma adébb is, ott már szabad. De akkor egyértelmű, hogy már csak egy lehetőség van a földi értelemben. A betegség törvénye. Az, hogy az embernek az egészsége teljesen tönkre megy, haldoklik, rothat. Élve rothat az ember, és akkor még egyesek ugye elgondolkodhatnak azon, hogy mi volt az életnek az értelme. Mert ez, ami mostani volt, ez elég kevés. Elég gyenge, halvány őszi rózsa. Éltünk egy kiragadt házasságban, 30 év után elváltunk, boldogok a betegek. Ezt Jézus így nem mondta a hegyi beszédben. Ezt is mondta, csak ezt nem írták le, nem tudom. Boldogok, akik sírnak. Akik sírnak, akik beteg, azok sírnak is általában. Ha nem másod, akkor az önsajnálat miatt, mert hogy az ember meglátja, hogy fű, azt ért, mit éltem mostani. Omlik össze az életem, mindjárt temetnek. Akkor tönkre van menve, hogy lelkileg az ember. Csak akkor sír, tehát a betegek sírnak. Aztán, hogyha be van drogozva, agyon van drogozva, a morfiummal, meg minden szanizébe, vigyorog, mint egy bírsalma, azon már nem lehet segíteni. Úgyhogy a betegség törvénye is most már nem igazán hat. A betegség törvénye sem, akkor azt is átjátszottuk a fájdalomcsillapítókkal. És hogyha megszokja, vagy hogyha, mert ugye van olyan, hogy Isten próbálna azt is átjátszani, úgymond, hogy ha megszokja a szeretet a fájdalomcsillapítót, akkor ugye visszajönne a fájdalom, és jönne a szembesülés. De erre is van egy új módszer, hogy egy másfajta fájdalomcsillapítót írnak fel az embernek. És akkor már megint ugye hatni fog egy darabig, ideig, és akkor már megint nincsen szükség sem szembesülésre, sem bűnbánatra, sem elszámolásra, sem bocsánatkérésre. Tehát valósággal bekérezkedünk, könyörgünk, hogy valahogy bejussunk a pokolba. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy még véletlenül se támadjunk fel lelki halálból. Az emberek szó szerint mindent megtesznek azért, hogy a pokolba jussanak. Ragaszkodunk a pokolhoz. Ha tudnánk ott, mi van, akkor nem ragaszkodnánk, az teljesen biztos. De mivel nincsen tudásunk erről, ezért ragaszkodunk. Minél többet akar dolgozni az ember a földiekért. Tehát látom, hogy emberek, akiket Isten megmentett, meg vannak bolondulva. Mennek vissza a munkába. Mennek vissza a törvénybe. Nem jó nekik Isten kegyelmébe. Egyszerűen le vagyok döbbenve. Nagyon-nagyon-nagyon fájdalmas látvány. Olyan emberek, akiket Isten megmentett, és akiknek Isten kijelentette, hogy te ne aggódj, mert én a gondodat viselem. Szarnak rá, és mennek vissza a törvénybe. Abszolút idióta módon megbabonázva, vagy mondja Pál apostol. Kibabonázott meg? Hipnózisban vagytok? Azt hiszem a galáciabelieknek mondja ezt Pál apostol, hogy amit lélekben kezdhetek el, azt testben akarjátok befejezni. Feltámadatok a lélekre, és testben akkor mentek vissza a törvénybe, mint a disznók vissza az ébe a ganyédombra. Túrni azt. Hihetetlen emberek, hihetetlen.
olyan látások vannak, ami miatt panaszkodhatnék egész hónap ilyenkorig, amiket látok, mert fájdalmas, de ez a fájdalom engemet megment. Ha hisztek, ha nem. Érthető? Kívánom, hogy mindenki lássa azt, amit én látok. Fájdalmas lesz, de meg fog menekülni. Mert aki ezt nem látja, amit én látok, aki ezeket nem látja, az magas térdemeléssel vigyorogva rohan be a tűzbe, be a kemencébe. Ez teljesen biztos, nincs semmi kétségem e felül. Magas télemeléssel rohan a tűzbe, aki ezt nem látja. Ezt látni kellemetlen emberek, kellemetlen. De olyan szempontból kellemes, hogy az ember nem kívánkozik vissza, mint a kutya, hogy felnyalja a saját hányását. Aki ezt látja, az nem kívánkozik vissza, mint a kutya, hogy felnyalja a saját hányását. Az a jó ebben a látásban. Amúgy fájdalmas, nagyon fájdalmas látni ezt. És az ember felteszi azt a kérdést, amit Jézus, hogy mikor lesz már vége? Még meddig vajon? Meddig kell itt üljünk? Meddig kell ezt nézzük? Meddig kell ezt lássuk? És mit tehetünk, hogy a látványnak a hatását csillapítsuk valahogy, ellensúlyozzuk? És a válasz a bizonságtétel. A válasz az, hogy megbolondulunk. Szó szerint megbolondulunk, és Istennek a bolondos gyermekei leszünk. És bizonságot teszünk arról, amit látunk. Nincsen más út, emberek. Ha valaki azért van más út, az úgy átveri magát, hogy zokogni fog, sírni és jajgatni, amikor meglátja, mit csinált magával. Csak egy út van. A bizonságtétel, bizonságétel ebből. Tehát és szükséges mind a kettő. Ezt most ugye főképp azoknak mondom, akik erre az útra ráléptek. Mert aki ezt az utat nem is ismeri, tehát gondolkozok azon, hogy kezdek egy más csatornát, ahol beszélnék könnyebb dolgokról, mint ez. Ezt most azoknak mondom főképp, akik ezen az úton vannak, akiknek már igazából már járna a keményebb eledel, a szembesülések, hogy meglássák, hogy miben élnek. Mert sokaknak csak az az Isten kell, aki meggyújtja őket a vese görcsökből, vagy az agyvérzésből. De az ilyenek nem örökölhetik a mennyek országát, akiknek csak az az Isten kell, aki meggyújtja az ő testüket. Mert a test nem használ semmit. Az igaz világon semmit nem használ. De Isten mégis először testi módon szól hozzánk. A testet meggyújtja. Nem azért, mert szükség van a testre, nem azért, hogy lássuk a saját testünkön, hogy milyen az élő Isten. Kívánom én mindenkinek, hogy amiről beszélek, azt lássa meg. Kívánok én jó, konzisztens fájdalmakat, lelki fájdalmakat, aki ezt hallgatja mindenkinek, és igazi sírást, ami által a lélek tisztul, azt kívánom, hogy tudjon megtörténni az, hogy Isten megvigasztaljon, letörölje a könnyeiket, mert mostanig a világ vigasztalt. Valamilyen bajodót kapcsolatot be a tévét, vagy az internetet, egy gyors kis, mit tudom én, amerikai komédia, egy kis gasztronómia, egy új palacsinta, vagy mit tudom én, valami recept, és gyorsan elfutottál a szembesülés erről. Kívánom, hogy aki ezt hallja, tudjon sírni, zokogni, rendesen, ahogy illik, lássa meg, hogy miben élt mostanig. És annyira utálja meg a régit, hogy ne tudjon élni már az új nélkül. Ennyire kéne megutálni a régit. Mindenkinek. Ne tudjon már élni az új nélkül. Épp erről beszélgettem a minap valakivel, és egyszerűen nem értette, pedig körmére ég a gyertya, omlik össze az élete, apokalipszis történik, és még mindig álmodozni akar. Gondolkodtam azon, hogy milyen fájdalmakra van még szüksége? Mi kell vele történnie, hogy felébredjen? Meg mindig pozitívan akar gondolkodni, nem akar meglátni azt, hogy miben él mostanig is. Miért adta az ő lelkét? Az ő fiatalságát minek adta oda? Miért nem akar meglátni? Teljesen jóhiszeműen hinni akar ebben a bábeli világban. Boldogok, akik most sírnak, mert aztán később mindenki sírni fog, az biztos. Ha máskor nem, akkor, amikor már úgy jön a halál érte is, nem akarna meghalni, de mégis muszáj, akkor tan félni fog, sírni, meg minden baja lesz, az biztos. De boldogok, akik most sírnak, e szavak halatán tudnak sírni, őszintén, mert kapnak igazi vigasztalást Istentől. Mert össze fogom olni, ami történik Magyarországon is, teljesen egyértelmű, Románia, mindenhol, egész világon. Az egész provokáció, meg uszítás, az mind arra van, hogy az emberek kérjék a diktatúrát, hogy ők akarják azt. És ez már történik. Magyarországon már vannak olyan interjúk utca embereivel, és nem az utca emberek, az utcán emberekkel, hogy erre is törvény kell, meg arra is törvény kell, meg minden. Olyan törvény lesz, barátom, aztán nem fogod elfelejteni, az biztos. Itt mindenre törvény lesz. De az biztos, hogy nagyon sokan abban bele fognak recsenni.
Teljesen biztos. És másoknak pedig egy hatalmas lehetőség lesz arra, hogy megtörjenek rendesen. A törvény által megtörjenek és megismerik a kegyelmet, Isten kegyelmét. Az ő jóságát. Akik nem tudnak sírni, amiatt, amiben éltek mostanik, mint a disznók, és a kutyák, azoknak nem lesz igazi örömük. Tehát akiket emberek vigasztalnak, azoknak annyi. Azoknak lőttek, tényleg. Ezt ki is írtam a Facebookra az előbb, hogy akiket emberek vigasztalnak, az embernek a vigasztalás egyenlő halál. Akiket emberek vigasztalnak, tehát emberi vigasztalást kapnak bármilyen problémájukra, azoknak az embereknek annyi. És teljesen biztos, hogy mindenkinek vigasztalásra van szüksége, mert belül mindenki szenved. Csak mivel itt mindenki színész, mindenki Allendalon, itt Székelyföldön is, ezért mindenki más mutat. Erről többször beszéltem, hogy így taszigálják egymást az öngyilkosságba. Csak ne felejtsd el, hogy te, amikor a Facebookon vigyorogsz, mint egy idióta, bírsalma, és a szerencsétlen, aki azt látja, ott a sok selfit, azt a sok üzét, képmutató hazugságot, és össze van törve az élete, akassza fel magát. De mivel, hogy te hazudtál neki, és sok ilyen nyomorultat az öngyilkosságba taszítottál, a hazug képekkel, amiket mutogattál, ezért, amikor te össze fogsz omlani, te is ezt fogod kapni. Érthető, amit mondok? Készülj fel erre. Aki ezt teszi még mindig a Facebookon, ráadásul Isten és Jézus nevébe, aki ezt teszi, hogy még mindig hazug képeket mutogat a Facebookon, fel is az fog történni, hogy amikor összeomlik az élete, akkor majd jönnek az ilyen hazug képek. Azt fogja inni, hogy hát Komám asszonynak milyen jó, mert neki milyen szép családja van, meg minden. És amikor látja, hogy mindenkinek milyen jó, mert elhiszi a többieknek, hogy milyen jó a rendben az életük, megy is felköti magát. Ez fog történni. Ezért kéne abba hagyni nagyon sürgősen mindenkinek a képmutatást. Mindenki dicsekedjen a bűneivel például. Lehet szelfizni a Facebookon, ilyen selfie módba kirakni a bűneidet. Emberek, ezt csináltam. Ezek az én titkos dolgaim. Őket Isten velem megláthatott. Lehetne így szelfizni. Hogyha már amúgy is ott vagyunk a Facebookon, lehet szelfizni ott az éppen. Megosztani az olyan szelfiket, amelyek arról szólnak, hogy mit tettél. Mit tettél titokban, sutyomban. Az embertárs ellen. A teremtőd ellen. A közösség ellen. Mit mondtál a barátod háta mögött róla, amiket beszéltél. És hogyha így kezdenénk szelfizni, így szépen mindenki megvallaná a bűneit, akkor még volna esély az életre. De így szépen, képmutató módon egymást beletaszigáljuk a pokolba. Mert amikor a másik ugye már közel van a szakadékhoz is, meglátja, hogy ő a szakadék felé tart, ő szívesen megfordulna, csak a probléma az, hogy hátulról már úgy taszítsák, úgy tolják hátulról, hogy nincsen visszaút. És senki nem hiszi el, aki hátul van, hogy ott elő a szakadék van. Hiába kiáltasz, hogy emberek, hátra arc, itt szakadék van. Sőt, tűz van benne, szakadék van. Senki nem hiszi el. Taszítanak bele. Ezt teszi az emberekkel a képmutatás. Jaj, azoknak az embereknek, akiket emberek vigasztalnak, akik emberi vigasztalást kapnak, vagy ilyen tárgyi vigasztalást, bármilyen módon, azok vigasztalást kapnak. Jaj, nekik. Tényleg. Tehát ezért javasolt mindenképpen megszomorodni. Bármilyen idióta módon vigyorog a barátod, a barátnőt, hogy jaj, olyan szép az élet, és gondolkodj pozitívan. Inkább szomorodjál, meg sírjál. Mert lesz igazi vigasztalásod. Ha tudsz, akkor sírjál, vagy kérd Istent, hogy adjon látást, hogy tudjál őszintén sírni. Mert akik nem most sírnak, később fognak sírni, de akkor már késő lesz. Érthető, amit mondok? Akkor már késő lesz. Annak jó, aki most sír. Mert később aztán majd mindenki sírni fog, csak túl késő lesz. Lehet, hogy már elhallgatnak akkor Istennek a gyermekei, nem lesz, aki mondja az örömhírt. A vigasztalásnak a hírét nem lesz, aki elmondja, akkor hiába sírdog álmet. Nem lesz, aki megvigasztalja. Telefonja nem lesz, hogy megsimogassa a csodalámpást, ugye Aladdin csodalámpáját, a telefont. Nem lesz telefonja, nem lesz semmi, nem lesz pénze, és meg sem tud halni. Ezt mondja Jézus, hogy az emberek meg akarnak halni, és a halál elfut előlük. Na, az lesz kemény. És egyesek a hallgatók közül is ezt meg fogják élni. Talán még én is, hogyha nem vagyok hűséges az atyához. Úgyhogy ezért vannak uszítások Magyarországon, és a világ minden táján. Hogy az emberek, hogy az állóvíz felkavarodjon. Egyrészt az emberek szembesüljenek, másrészt pedig azért, hogy akarják az emberek az antikrisztust, a világ diktátort, hogy megtörténjen a diktatúra Magyarországon és mindenhol. És amikor az bejön, akkor ott kőkövön nem marad. Akkor majd az ember sóvárogni fog. Te, aki ezt hallod, aki mostani gyáva voltál, mint egy nyuszi a fűben, és nem kértél Istentől bátorságot, hogy bizonságot tegyél, majd sóvárogni fogsz, hogy hogyan tehetné bizonságot,
Hol beszélne Isten? Melyik háznál beszélnek Istenről? Sóvárogni fogsz. Nem lesz öröm. A disznó enné tovább a moslékot, csak nem lesz moslék. Érthető, amit mondok? A moslék elvétetik, nem lesz moslék. Most még van. Van YouTube-os moslék, Facebook-os moslék, vallásos, mindenfajta moslék van. Isten nevében, Jézus nevében, Buta nevében, mindenfajta moslék van. De amikor a moslék elvéteti, barátom, na akkor ott vége. Ott a filmet elvágták. Ott a filmet elvágták, teljesen biztos. Úgyhogy Isten könyörüljön rajtunk. Boldogok, akik sírnak, akik tudnak sírni. Mert az ő könnyeiket Isten letörli. Csak ki mostan vigyorognak, őszinte részvétel. Ennyi. Majd holnap ezt újból felszem, hogyha Istennek áldás lesz erre, elfelvételre. De most ezt csak ilyen szomorúan tudtam elmondani, ilyen búval baszottan, magyarul. Kívánom, hogy aki ezt hallja, annak legyen igazi vigasztalása. Tudjon megszomorodni rendesen, mindenki. Mert találkoztam a emberekkel, hogy megszomorodtak, de csak félig. Most már megint vigyorognak, mint az idióta majomok az éven a vált kertben. Azokhoz hiába beszél az ember, tényleg. Nincs értelme beszélni. De akik valóságosan megszomorodtak, azokkal már lehet beszélgetni. Azokkal már lehet beszélgetni Istenről. Istenből. Ugye az még jobb, mint Istenről beszélni. És akkor jön az igazi öröm, az igazi békesség. Az igazi békesség. Nem az, ami mostanig volt. Mert azt tudjuk, hogy hova visz. Mindenki tudja ezt. Na ennyi, még egyszer elnézést, hogyha amit testindulatból szóltam. Sziasztok!